Na sziasztok, fiúk, lányok, én Zsig vagyok. Srácok, lányok, a mai videót elkezdik egy bacsámp, nem szólóval, hanem trióval. Úgy döntöttem, mind a három telefonnal lenyomom. Jön a Dust, pörök szépen ezerrel. Tudjátok, hogy megy ez. Szóval szépen ezt szolidan letoljuk. Utána azt terveztem, ugye megy ez a lucky-s dolog, hogy 2016 6. hó és 9. hó között lévő pokét, hogyha eltrédelsz egy másik mesterre, akkor valószínűleg, hogy lucky lesz belőle. Én most azt találtam ki, hogy nekem kell egy Mewtwo, innen valamelyik kiskariról, szóval miután végeztünk ezzel a raiddel, szépen bányászunk egyet. És hát remélhetőleg egy fullos lucky pokét fogunk kapni. Ennyi az egész, ilyen egyszerű lesz. Csak előtte még megneveljük ezt a Machamp fiút. Hát úgy képzeljétek el, hogy itt keringek már 2 óra hosszája óváron, és nincs egy raid sem. Ez az egyetlen egy volt, vágod? Szóval, nem tudom, van 50 gym, és abból 3-an láttam Regirockot, többi az full üres. Nem tudom, hogy mi van itt óváron, tehát éppen kihalt most minden, fogalmam sincs, mi ez a síralomház, de egyszerűen gyötrelem, hogy bejönne az ember pokézni, és akkor nincs raid. Úgy voltam vele, hogy ma letolom a világot is, mindent megalázok, minden raidet, teljesen level 4-ig, és erre mi van? Semmi. Van pár Regirock, meg igazából ez az egyetlen egy 3-as. Valahol itt a közelben láttam egy 1-es vagy 2-es, de az most jött nemrég. Hát mindegy, majd még egyet azért kerülök, hát ha azóta. Majd a város túlsó felén kikelt egy-kettő, vagy megjelent esetleg egy tojás, vagy bármi, valami ilyesmi. Mert hát azért szeretnék még egy kis dustot gyűjteni, amíg lehetséges, mert ez így eddig nagyon... Nézd, a macsámnak az övén ott egy P betű. Ez eddig is így volt. Ez eddig is ívós, srácok. Na, ezt válaszoljátok meg nekem. Mert én eddig nem vettem észre. Bevallom férfiasan. Szégyen, nem szégyen? Nem vettem észre. Nem láttam. Na. 1578, ezt most komolyan mondjátok. Nézzük a kicsiknél mekkora van. 1583. Úr, és 1598. Ez már nincsen 1600 fölötti. Az így csinos, de nem baj, nem baj, nem baj. Hát akkor figyú. Easy pineapple catch, az mindig jól jön, nem? Nem, vagy csak ilyen szolíd kis csavargós napot terveztem, vagyis nem azt terveztem, de az lett belőle, mert tényleg azt terveztem, hogy mindent lezúzok szépen, ügyesen, ami rédet csak látok, mindegy, hogy level 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, azt ugye ki tudom fektetni, hogy legyen egy kis dust, mégis tudjátok a jövőbéli power-upokra, mert hát azért illene még pár pokét power-upolnunk, de hát egyszerűen nem jön össze a dolog, gyerekek. Én akármennyire próbálom itt, nem. Na, de ez a Machamp, ezzel mi van, haver? Mi vagy te, bakkecske, hogy itt ugrálsz folyamatosan, te gyökér? Na. Komolyan mondom, szégyen, amit nyom ez a Machamp. 2? És nem. Közben itt a kicsikre is mindjárt rádobálom. Excellent, nagyon megy ez, make 5, ó, nézzétek meg milyen küldetéseim vannak, na még egyet hagyd dobjak rád akkor, hogy... Ez már nem jön össze, na gyere még egyet, boxolj be, haver! Aporda varja azért neki az excellentet, szépen, ügyesen, okosan, ú, még ide ez a küldetés, ez kell még egy, gyere ki még egyszer, hát meg kijön ez amúgy, nem kell neki könyörögni, szépen kiugrik a kis macsám. Úgy is ott van. Meg is van akkor a nice throw-os küldetéseinket itt kivégeztük. Ma amúgy már elkaptam egy Raikót, nem, egy Entei-t 1408-as CP-vel, iszonyat gyenge volt. Meg hamarosan kell nekik amúgy 10-es tojások is, szóval még ilyesmik lesznek ebben a videóban. Nem kell aggódni, ezt nézzétek, mutassam ezt az IV-t. Sírjunk együtt, certainly. Egyszerűen vállalhatatlan, ami itt folyik. Nézzük csak meg, hogy hol állnak a tojásaink. A 10-esek. Hát, még egy másfél kilométer, majdnem, az 5-ösök oda kell még, 800 méter, ahhoz még 2 kilométer, a tojás projektek döcögnek szépen, gyerekek, na most akkor elkapom a két kicsivel is, utána jelentkezem a Mewtwo trade-del, meg lehet, hogy még lesünk valami trade-elni valót. El is csippantottam a kis karaktereken a Machampokat, na úgy döntöttem, hogy itt a Csabi gyerek karakteren, látok képernyő felvételt, lőttem ügyesen, jó. Itt a Csabi haveromnak a
karján van Mewtwo. Azokat szépen átdobáljuk ide szerintem. Egy régi pokém van még, az a baj, kezdenek elfogyni a régi pokéjaim, azt azért tegyük hozzá. Mew, legyen ez a Mewtwo, ez a 2217-es. És akkor ez egy nagyon öreg Cloyster, tényleg még ilyen háború előtti példány. 1600-i Lucky Mewtwo, curkoljatok gyerekek, ez most kemény lesz. Hú, kicsit izgulok, basszus. Jó, van, jönne valami brutál 96-98%-os, olyan cigánykereket vernék itt, megirigyelnék itt az őslakosok. Ó, ez a special trade-nek is minősül, hát tényleg, mert legendary trade-elünk, ugye? Hát toljuk neki, haver, én azt mondom, hadd zúgjon. Kis zenei aláfestése. Legyél Lucky! Majd de legyél jó Lucky! Mewtwo? Igen? Igen? Lucky? Oké. Okay. Oké, 2234. Hát az. Wonder Attack. Oh shit, 14-es atakkal gyerekek. Hát ez egy kuka. Ez egy kuka sajnálatos módon. Hát a Cloysterünk sem lett jobb. De le van a képernyő felvétel, és akkor lecsekkolom, hogy milyen is lett pontosan ennek az IV-ja. Sajnos másképp nem lehet, nézzük csak. 14 attack, 12 defense, 12 HP. Hát szóval így néz ez ki. 84% a kicsike, a kis Lucky Mewtwo-unk. 84%, hát ez jött össze, srácok. Sajnálatos módon nem jött jobb. Nem jött jobb. Na mindegy. Hát tudod mit? Ha már így beindultunk, akkor csak cseréljük már még ezt a Machampot is. Hogyha ilyen selejteket kaptunk, hogy csak itt megint színyókat rugatják, a srácok nem bírnak magukkal. Ezt a két selejt Machampot akkor cseréljük már. Hát ha. Érted? Még ezekből akármi lehet. 2650 a tuti. Olyat kell várni. Van úgyis most egy raklap ilyen selejt pokém. Aztán megjöttek ám a meglepetések. Tudjátok, hogyha emlékeztek, pár videóval ezelőtt említettem, hogy én ismerek valakit, aki tud nekem Frenzy Plant-es Venusaur-t adni, és hát Ati barátom meg is hozta a Frenzy Plant-es Venusaur-t, ezt megmutatom még nektek. Nagyon penge lett. Úgy csináltuk, hogy jó legyen, azt azért hozzáteszem. Hol is vagy? Hashtagelve. Itt a kicsi Frenzy. Az IV amúgy nem lett olyan vészes, mert az atakja 14-es, szóval hasít level 35-ös vadállat, teljesen perfekt, ugye Frenzy Plant támadás, ez a legacy moveset, amit csak a Bulbasaur eventen lehetett megszerezni, szóval sár ilyen nem is van. Innen is köszi szépen. Meg Execute-ok is jöttek be, mindjárt itt Execute is jött be, ilyen giant, tényleg ilyen brutális nagy dögök, Wonder Attack Certainly, hát ennek is ilyen 14-es az atakja, 13-os, de ezt felivolvoljuk, mert ez akkora nagy példány, hogy erre nem sajnálom azt az 52-t, így is egy ökör nagy executor lesz belőle. Csekkoljuk meg őt is. Mennyire lesz kemény a srác. Ott a nagy pálmafa levele már kibújt. Hát akárki, akármit mond, imádom ezt a pokét. 2621. Testes. Testes a kicsike, és ugye atak 14-essel, egy kis Lucky Executor, az mindig jól jön a csapatban, én azt mondom. Solar Beam, X-Sensory, tökéletes támadások is. Jól van, hát azt hiszem, hogy most így hirtelen ennyi. Vannak itt már egész jó Lucky Executorjaim, de hát ugye ne feledjük, a gitárnyakú barátunkat 100% IV-val, hát őt majd szerintem hamarosan ki kell pattintani, hát azért mégis. Egy az, hogy erősebb is, mint a normál executor. Csak ne volna olyan gitárnyaka. Na mindegy, kipattintjuk majd valamikor. Sajnálom ezt a Mewtwo-t. Hát ez most így alakult. Megyek srácok, kerítek én még valami raidet. Aztán, hogyha ezeket a tojásokat is ki kéne recsenteni, hogy is áll 10-esből még kell, hát 1,4. Megpróbáljuk összehozni gyerekek ezt a 3-10-est. Oké, és oké. És akkor majd azzal hamarosan jelentkezem, de végelőtte 2-5-ös is lesz ott.
Nos, egy nagyobb kör megtétele után, srácok, lányok, megjelentek a tojások végre Mosonmagyaróvár területén is. Hát szerintem ezek az utolsó tojások, és most arra adtam fel, hogy itt egy alolán rácsú. Nem tudom, hogy ezt lehet-e szólózni, de én megpróbálom. Állítólag a Ghost és a Dark és a Bug az eléggé csípi a kicsikét, szóval megpróbáljuk most így ledarálni. Reméljük, sikerülni fog, hát pörögjön egy kis zene szerintem alatta. Lezúztuk a 700-át neki. Kicsit izgultam, bevallom őszintén, bekekszeltem így a végén, hogy húha, ez a ride-on mégse lesz olyan hűdekemény dépés, de gyerekek, lezúztuk, meg volt az első alolán rácsúszólónk. Hát a gengárokat nagyon gyorsan, ez a wild charge, gyerekek, ez elnézést kérek, de ez kemény múszet volt, úgy látszik. Húha, a 700-át. Ez most itt kemény volt. Jó van, de hát megvan. Büszke vagyok magamra. Nem tudom, hogy ez mennyire számít jónak. De szerintem jónak számít. Hát bike crunchos tirákkal lehet, hogy iszonyú könnyen le lehet verni. Csak úgy fúva eszem. Hát mondom, a ghost type, weak. Hát megnézzük, mondom, a gengárokat. Mégis itt van, tudjátok. Az oval fantomunk. Meg hát ugye van ott még egy-két jó gengár. Ott a Scissor, szeretel ezerrel. Jaj, hát nem ezt akartam neki adni. A 700-át. Jó, megyünk tovább amúgy, megyek tovább még, mert keltek ott lent a mosoni részen is ilyen hármas, kettes tojások. Én még azokat le akarom tolni, mert van rengeteg rétpasszom. Most átváltjuk őket Dust-tá. Te az anyát 7 centség itt már, te. Ne legyél ilyen huncut, kicsi rájcsú. Megvan, gyerekek. No, én megyek tovább, tolok még egy-két rédet, hogy esetleg olyan lesz, hogy szóra érdemes, akkor majd jelentkezem. De minden esetre ez a szóló, ez király volt, tetszett. Hát gyerekek, ezt a videót Machamp Raid-del kezdtük. Igaz, hogy akkor 3-an ütöttük. Most viszont egy Machamp szólóval fogjuk befejezni. Úgyis rengetegen újra kezdték a játékot, kicsit hadd meséljek itt a Machamp szólóról. Most hát az a lényeg, hogy iszonyat kemény pszichopokékra van szükséged ahhoz, hogy szólózni tudd a Machampot. Hát elsősorban ugye Mewtwo a best. Confusion, pszichik támadása, a Mewtwo az olyan csapást tud mérni szegény kis Machampra, hogy elbőgi magát. Itt nincs mese, tényleg a Mewtwo az a legbrutálisabb. Utána a legnagyobb DPS-e Alakazamunknak van. Hát ezt a Future Sight-ot jó lett volna még eltolni. Legnagyobb DPS Alakazamunknak van, aki már itt is van, az öreg kalánforgató, gyerekek, ez úgy szakít, figyeljetek, a Future Sight-ot bevarja, Machamp HP-ja oda van, volt, nincs. Hát sajnos az Alakazammal az a probléma, hogy az Alakazamnak is a HP-ja volt és nincs, de remélem ezt még mind a... Oké, ez sikerült, és akkor itt jön a Mewtwo-nk. Nekem egy Shadowball-os Mewtwo-m van. Azt hiszem, hogy ezzel sincs semmi probléma, brutális a damage a Shadowballnak. Szépen tudja ez is karcolgatni a Machamp HP-ját. Szóval igen, hol tartottunk? Mewtwo, best, Alakazam után annak hatalmas DPS-e van még. Ami ezután jön, az az Espeon, azt mondtam már. Future Sight. A fő támadása az legyen mindenképp.
mert az nagyon fontos. A Future Sight az egyszerűen brutális damage-et képes okozni, amit láthatjátok is, mikor eltoljuk a Future Sight-ot, nagyon lecsökken a kis macsampunknak a HP-ja. Amikor a bunkó macsán belénk akar hasítani, akkor a mi HP-nk is... ez az rohadt heavy slam. A heavy slam-es a legundorítóbb támadással rendelkező macsám, azért még hat fűzzem hozzá, hogy véleményem szerint ez a legnehezebb, ez a legnehezebben szólózható macsám. Tehát iszre folyamatosan nyomja a bunkó paraszt. Tényleg, mintha muszáj lenne, még alakazom, ezt levarja neki. Ez most oda csókolt szépen. Ez egy egész jó idővel sikerül majd lecsapnunk ezt az alakazomot. Hogyha esetlegesen kifogytatok a pszichopokékból, akkor a Dragon Type is hatalmasat tud harapni. Például itt egy 100-as rékvéza. Hát ebben az esetben outrage támadással olyat oda csap a rékvéza, hogy a macsámnak kiugrik a kis szeme. És amint látjátok, bevisszük az utolsó harapást. Még ilyen 37-40 másodperc marad. De ez a heavy slam-es volt, ez nagyon bunkó. Ez tényleg a legundorítóbb szerintem. Golderaz, Revive, Charge TM és a 4000 dustunk, amiért jöttünk. No! Hát akkor ezt már csak el kéne csippenteni. Nézzük először a CP-t, nem láttam, nem figyeltem. Mutasd magad, kicsikém. 1609, hát ez már egy fokkal jobb, mint amit ugye fogtunk a videó elején, de még ez sem az igazi. Megpróbáljuk szolíd. Ez csak egy nice dobás. Hát ebben valószínűleg nem fog benne maradni pineapple, mert a macsámpról az eléggé bunkó kis pokés. Oda nézzetek! Apunak marad nice-ba is! De nem flagmázik a macsámp. Ül, fekszik, marad a flagma nice-ba. 20 candy-t bezsebeltük. Counter heavy slam-es a kicsinek a támadása, hogy a fenevi, de ez már wanderös. És a defense x-ídes. De ez ugyanúgy nem ér semmit. Nézzük már meg, hogy a tízeseink hogy állnak, mert ezt a pár tízes tojást ebbe a videóba még szívesen beletettem volna. Nem már, hogy 300 métert, komolyan ennyire gáz a helyzet. Gyerekek, itt vagyunk a gyönyörű bicóparton. Leriszáljuk még ezt a 300 métert, és akkor majd jelentkezem ezzel a 3-10-essel így majd a videó végére. Most eljöttem a videót befejezni egy olyan helyre, gyerekek, ami úgy eléggé, nem azt mondom, hogy fontos, de eléggé szerencsés helynek számít. Erre a helyre mindig rengeteg jó kis pokét szokott dobni a rendszer, és itt fogtam életem első begonját is, szóval most annak reményében, hogy hát ha kell most valami nagyon perfekt kis begonunk itt a tojásból, gondoltam, erre gurulok, úgyis útbe esett, elkapott a nosztalgia hangulat, és tessék, már recsen is az első tízes tojás, amiben remélhetőleg egy fullos begon lesz. Tényleg itt fogtam a legelsőt, nem biztos sokan emlékeztek rá, mikor még bejött a harmadik generáció. Kis marip, hát ez nem egy túlpenge marip, ezt már most megmondom. HP, attack, defense, certainly impressed. Nem hangzik rosszul? Ott a távolban, ott egy tojás. Az a helyzet, hogy amúgy végigütöttem óváron az összes tojást, ami nem regirok volt. Négyes tojások nem jöttek, hármasok jöttek, azt láttátok, mint legyaláztuk. Solo Alan Raichu, solo macsám. Ki lettek vége ezzel? Na nézzük a kövit. Közben itt szundrók megesznek az akácosba, de semmi gáz. Beldum apunak, ez se rossz, igaz, hogy most ibol voltuk a metagrosszunkat, 4.49. Megy én nekem még a Star Piece-em? Ez certain is. Nem megy a Star Piece. Hát jó, azt a felelőtleneget. Az utolsót nézzük. Mi az? És? Hát, nem egy begon. Azt azért megállapíthatjuk róla. Hát jól van, gyerekek, ezt jól elszúrtam. Egy az, hogy nem ment a Star Piece. Nem baj, ügyes vagy, fiam, semmi gáz. Ez van, gyerekek, hát már kicsit így már megy le a nap, lassan 7 óra van. Fárad már az öreg Zsimi. A gyerekeket, hát köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett ez a videó, ez az agresszívan rédezős kis vidinyó, akkor csapassatok ide egy hatalmas lájkot, oké, és oké. És ha várjátok a folytatást, akkor iratkozzatok fel a csatornára, mert azt nem árt. Hamarosan találkozunk, addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!